Péntek reggel zsúfolásig megtelt a vízpart a 8. sárkányhajó kupa rajtjára, amikor is az általános iskolások fordulóira került sor. A diákok első futamából pedig nem más, mint a tűzokádók csapata került ki győztesként. Először izgultam, de aztán amikor láttam, hogy előnyben vagyunk, olyankor már egyre nyugodtabban neveztem. A nyugalom és a közös munka tehát meghozta a tanulók számára a várt eredményt. A csapatban azonban nem csak gyerekekkel, hanem felnőttekkel, tanárokkal, szülőkkel is találkoztunk, akik szintén nagyon élvezték a programot. Elsőnek lenni mindig jó, ugye mi nyitottuk meg ezt a versenyt. Nekem ez volt az első, tehát nekem a vízes sportágak, az evezés, az úszás a legnagyobb rejtélyek közé tartoznak a világon. Nem tudok úszni, ezt nagyon sajnálom, meg szégyellemes sportember vagyok, de nem megy. A Ortner Dániel kért fel engem, tehát én neki a nevelő apukája vagyok, és ő kért meg, hogy szálljak be a csapatunkba, mint felnőttek, de nagyon jó éreztem magam úgy. Tehát tudtunk hála Istennek egyszerre húzni, kaptunk vizet a nyakunkba bőven, de nagyon jó éreztük magunkat, azt gondolom. Természetesen kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon mitől lesz igazán gyors egy ilyen sárkányhajó, és hogyan lehet kihozni a maximumot a társaságból. Egyszerre kell dolgozni, és figyelni kell a ritmusra. Tehát ugye az elején nekünk adják a ritmust, és ha arra figyelünk, meg mindig az előttünk lévő emberre, akkor nem fogunk tudni ritmust téveszteni. Legalábbis a tegnapi edzés és a mai futamnál ez volt a tapasztalat. Hamarosan beszámolunk majd arról is, hogy ez a taktika elég volt-e a kupa megszerzéséhez, de addig is, aki egy kellemes programra vágyik a hétvégén, mindenképpen látogasson ki a sárkányhajó kupára, hiszen szombaton délelőtt 10 órától kerül sor a felnőtt futamokra, ahol többek közt testvérvárosunk és önkormányzatunk csapata is vízre száll majd a győzelemért.